Újra magyar kézre került a Rákóczi vár a Sárospataki ösztönhét végén. Az 1700-as évek elején játszódó jelenetben a magyar hajduk oldalán török portyázó csapatok harcoltak az ostromnál. Császári zsoldos csapatok védelmezték a várat, és a környéken portyázó török csapatok kiegészülve a magyar hajdukkal egy ostromot kíséreltek meg. Ez az ostrom sikerrel járt. A magyar hajduk a török vitézeket már nem engedték be a várba egy csellel, így magyar kézre került a Sárospataki vár. A portyázó törököket a tatai Pálfi kompánia tagjai játszották korabeli viseletben. Ezelőtt 4 évvel jött létre a tatai Pálfi kompánia. Azért éppen Pálfi kompánia, mert Pálfi Miklósról, nagyszerű, csodálatos, talán csak Hunyadi Jánoshoz fogható hősről neveztük el, hiszen ő volt az, aki 1597 májusában felszabadította Tatát a török elnyomás alól, majd utána egy évre rá Győrt is felszabadította, a győri hős. Igazi, csodálatos, fantasztikus férfi volt, hadvezér és országbíró, róla neveztük el. A Betlen hagyományőrség tagjai közel 80 kilométeres utat tettek meg Kassától Sárospatakig gyalogszerrel. Az út során végig korabeli viseletet hordtak, és az 1700-as évekre jellemző ételeket készítettek az egyhetes túra alatt, majd az ostrom jelenetben visszavették a várat. Mi egyesületünk igazándiból a 17. század elejé gyalogos magyar katonákat, a hajdúkat jeleníti meg, akik gyalogszerre harcoltak, főfegyverük a kanócos puska volt, szabja, fokosbalta, a kiegészítő fegyverként pedig hát csákány esetleg, vagy a tiszteknél buzogány. Mi őket jelenítettük meg ebbe az összecsapásba. Az eseménnyel a szervezők célja az volt, hogy a Rákóczi várban a kiállítások mellett a korabeli rendezvények is meghonosodjanak. Sárospatakot évről évre sokan felkeresik, de minden évben szeretnénk újítani, és olyan élményeket nyújtani, amivel azokat a látogató és bevonzhatjuk ide a várkertbe, a várt közvetlen szomszédságába, akik évről évre jönnek. És ez az ostrom egy újdonság erejével hathat, és ahogy végignéztünk a közönség sorain, jobbára családokat láthattunk, és ez örömteli, hogy igazi családi programot varázsoltunk a várkertbe és a várárokba.